Meghallgat az Isten. Ezzel köszöntöm a kedves nézőket vasárnap reggel, ahogy készülődünk az Isten tiszteletekre, a csendes perceket látjátok. Ma azzal fogunk foglalkozni, hogy Isten meghallgatta Anna imáját. Férhez ment Elkánához azzal a jövőképpel, hogy neki is lesz egy gyönyörű családja, fiai, lányai fognak születni, és ott fognak szaladgálni körülöttük. Lesznek fiúk, akik esetleg ráhasonlítanak, vagy a férjére, vagy a rokonságból valakire. Aztán évek teltek el, és a gyermek nem született meg. Az elején persze még magyarázkodik az ember, hogy mi lehet ennek az oka, de egy idő után értelmetlenné válik. Egyszerűen nem fogant meg a baba. Anna egyre nehezebben viselte a meddőséget, erre Peninna a másik feleség is rátett még egy lapáttal, mert előszeretettel emlegette, hogy ő viszont tudott szülni Elkánának. És csak múltak az évek. Anna pedig egyre keserűbb lett, egyre reményvesztettebb lett, egyre több gúnyt kellett elviseljen, megvetést, amik érkeztek az emberektől is, különböző helyzetekbe, és egyre több kérdőjel fogalmazódott meg benne azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán hallja-e Isten az imádságait. De fontosnak tartotta mégis, hogy az Isten színe elé menjen, elmenjen az Isten tiszteletekre, és imádkozzon, és kiöntötte a szívét az Úr előtt, mindent kimondott. A vágyait is kimondta, hogy vágyik egy gyermekre, mennyire szeretné, hogy gyermekei szülessenek, de a vádlást is az Istennel szemben, a gyötrelmeit is, mindent kiöntött az Úr elé. Ezzel együtt komolyan vette el az imádkozást, komolyan vette azt, hogy Isten létezik, és ő az, aki közbe tud avatkozni, és meg tudja áldani, úgyhogy letérdelt az Isten a, a, templomba. Az Isten előtt töltött idő alázatra is tanította, és alázatosan állt oda az Úr elé, nem azt hajtogatta, hogy ő bármit is megérdemelt volna, hanem az Istennek az irgalmára appellált ebben a helyzetben is. Azt kérte, hogy az Úr mutassa meg a szeretetét azáltal, hogy az érdemei ellenére is gyermekkel ajándékozza meg őt. Amikor Éli főpap ezt meghallotta, amikor megértette, hogy Anna így imádkozott, akkor azt mondta, hogy Isten teljesítse. A kérésedet. Egyedül neki van hatalma arra, hogy a vakok szemeit megnyissa, a süketek füleit megnyissa, a sánták az ő hatalma által tudnak járni, a meddők az ő dicsőségére fogadnak gyermeket. Tegye meg, hogy az evangéliumot, a jó hírt hirdetik az embereknek, egyedül ő képes erre. Úgyhogy ez bátorítson és erősítsen meg ma újra, hogy az élő Istennek van hatalma arra, hogy a láthatatlanból előálljon a látható. Neki van egyedül hatalma erre. Ő meghallgatja az imádságainkat, és a hatalmával közbelép a mi érdekünkben. Közbelépett Anna érdekében is. A 19. versnek a vége azt mondja, hogy az úrnak gondja volt rá. Olvasom még a 20. verset is. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az úrtól kértem őt. Gondoljunk csak bele, hogy megjött az a pillanat, elérkezett az az idő, amire évek óta, nagyon hosszú idő óta várt már Anna, nem is tudta valószínűleg elképzelni már, hogy hogy fog ez megtörténni. Egyszerűen csak megjött az a pillanat, amikor két lett a terhességi teszten, meghívhattunk volna akár Pár ismerősömet, akik átmentek ezen, hogy számoljanak be arról, hogy milyen érzés megtapasztalni, átélni egy ilyen pillanatot, hát volna mondani valójuk bőven. A gyermek megszületett, és Anna Sámuelnek nevezte el. A Sámuel nem azt jelenti, hogy az úrtól kértem őt, ahogy esetleg követte, következtethetünk a mondatból, hanem Anna ezzel okolja meg hogy miért kapta a gyermeket, azért kapta ezt a fiút, mert az úrtól kérte, és Isten meghallgatta az imáját. Amúgy Sámuelnek a jelentése az, hogy Isten meghallgat. A meghallgat gyökből és az Isten főnévből van összerakva a számú él, Isten meghallgat. Vagyis Anna úgy gondolta, hogy a gyermek neve hirdesse ezt az igazságot, amíg csak él. Isten meghallgat. Ő meghallgatja az imáinkat. Nem tudom, hogy milyen körülmények között hallgatjátok a mai adást, de Isten most erőteljesen azt üzeni neked, hogy hallja minden egyes mondatodat. Hallja minden egyes szavadat, és tud mindenről, amint keresztül mész, ő ma is meghallgat. Erősödjetek meg ebben, és hirdessétek ezt másoknak is, a környezetetekben is. Isten ma is meghallgat.